It's always nice to win. Special against győzni mindig jó, főleg ha a legerősebb ellenfelünket fektetjük kétvára. Büszke vagyok a játékosaimra, hiszen a hozzáállásukra most sem lehetett panasz. Annak, hogy a második félidőt a lelátóról néztem végig, annak két oka van. Egyrészt fentről sokkal jobban látni a mérkőzést, másrészt a negyedik játékvezető folyamatosan provokált, hogy olyan szituációba kerüljek, amiért ismét kiállíthatnak, ahogy azt az Újpest elleni mérkőzésünkön ugyanúgy megtette. Ezért a mérkőzés és a játékosaim érdekében is jobbnak láttam, ha felmegyek a lelátóra, és onnan nézem a második félidőt. For the game and for my players. So always I said also from the beginning, innentől kezdve az Európa Ligára koncentrálunk, de azt már eddig is többször elmondtam, hogy a magyar labdarúgás hátrányban van más nemzetekhez képest, hiszen a magyar bajnoki hajrá és a következő szezon kezdete között nagyon kevés az idő. Ahhoz, hogy a játékosok megfelelően ki tudják pihenni az előző szezon fáradalmait, és újult erővel, feltöltődve tudjanak felkészülni a következő szezonra, ahhoz ez az idő kevés. Fontos lenne, hogy ez megváltozzon, és az is, hogy előbb-utóbb eljussunk oda, hogy a magyar labdarúgás a nemzetek rangsorában előrébb kerüljön. Ez ugye a válogatott és a klubok nemzetközi jó szereplése által is kivitelezhető. Mi ezért dolgozunk nap, mint nap, és remélhetőleg egyszer eljutunk oda, hogy nem három selejtezőkört kell játszanunk egy nemzetközi kupaindulás során, hanem csak kettőt, aztán csak egyet, idővel pedig jó lenne, ha a főtábláról indulva eséllyel pályázhatnánk egy-egy nemzetközi kupasorozat megnyerésére, gondolok itt az Európa Ligára és a Bajnokok Ligájára egyaránt. Ehhez fontos lenne, hogy azt a magas intenzitású játékritmust, amit a nemzetközi futball megkövetel, azt fel tudjuk venni, ezért olyan fontos, hogy minden mérkőzésünkön ennyire pörgősen játszunk.